Nem vásárol új szerelvényeket a főváros a 3-as metró vonalára, hanem a meglévőket újítja fel. Erről Tarlós István főpolgármester jelölt beszélt az Inforádióban. A Metróért Egyesület viszont úgy látja, a jelenleg is futó kocsiknak legalább a felét már felesleges felújítani, annyira rossz állapotban vannak. Az új vonatokhoz uniós forrásokra lenne szükség, azt viszont nem kap a főváros. Az észak-déli metróvonal felújítása 2 év múlva készülhet el. A 3-as metró nyugati pályaudvari állomásán próbált tájékozódni az egyik utas egy hónapja. A szerelvény műszaki hiba miatt állt meg, az egész állomáson állt a füst. 2 éve nagyobb volt a baj, akkor egy szerelvény egyik kocsija teljesen kiégett. Szerencsére utas nem volt rajta. A 3-as metró 1976-os átadása óta nagyobb felújítás nem történt a vonalon. Az utóbbi években folyamatosak lettek a meghibásodások, ezért döntött a főváros a felújításról. Új kocsik viszont nem lesznek. Erről tegnap beszélt a főpolgármester az Inforádióban. A szerelvények felújítása tekintetében született meg az a döntés, hogy felújításnak kell lenni, mert két alternatíva van, vagy új szerelvények, vagy teljes felújítás. Nem mindegy a kettő, az utóbbit csak uniós támogatás segítségével lehetne megtenni. Uniós támogatást viszont nem kap a főváros. Lázár János uniós forrásokat is felügyelő miniszter ugyanis korábban úgy döntött, a fővárosnak saját pénzéből, illetve hitelből kell megoldania a 100 milliárdos felújítást. A hitelfelvételt a kormány a héten jóvá hagyta, állami garanciát vállalnak. A Metróért Egyesület szerint a meglévő kocsik közül sokat már felesleges felújítani, annyira rossz állapotban vannak. Ezért használt metrókocsik vásárlására is költeni kell majd. Körülbelül a járműállomány felét, negyedét lenne érdemes még a 3-as metró járművei közül felújítani. Az állapotuk ezeknek a kocsiknak nem azt mondom, hogy teljesen rossz, de megbízhatatlanok. Megkérdeztük az ellenzéki pártok főpolgármester jelöltjét is, hogy mi a véleménye a 3-as metró felújításáról. Azt mondta, már korábban el kellett volna kezdeni, de arról nem tudtunk meg semmit, hogy szerinte hogyan kellene hozzálátni a munkákhoz. Én nem abban gondolkozom, hogy én tudok mindent és nekem kell dönteni, hanem csapatban gondolkozom, és a legjobb szakemberek tanácsait elfogadva kell meghozni a döntéseket. A szerelvényeket Tarlós István szerint még idén elkezdik felújítani. Jövőre indulhat el a biztonsági berendezések és az infrastruktúra felújítása. A teljes munka 2016-ra készülne el.